Debreceni Egyetemnek mindig nagy örömére szolgál, hogyha bármilyen formában a magyar kultúrát és a magyar nyelvet, a magyar történelmet népszerűsítheti, illetve lehetőséget ad mindazoknak, akik ezzel behatóban szeretnének megismerkedni, hogy ezt megtehessék. A magyar történelem, illetve a magyar nyelv olyan szépségeket és olyan csodákat rejt, amivel nem lehet eleget foglalkozni. Olyan apróságok és nagy dolgok vannak történelmünkben elrejtve, amikből rengeteget lehet tanulni. Sokat lehet tanulni a ma emberének, hogy ezekben a viharos évszázadokban milyen apró trükkök, fogások, illetve nagyszerű tettek vitték előre a nemzetet, és ennek kapcsán milyen üzenetei vannak a mának. Ugyanakkor a magyar nyelv az egy olyan csodálatos kincs, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy őriznünk kell. Ez a nyári egyetem tulajdonképpen azon túlmenően, hogy egy nagyon jó lehetőség a magyar nyelv elsajátítására és a magyar kultúra megismerésére, egyfajta kultúrdiplomáciai misszió is egyben. Hiszen mind nemzetpolitikai szempontból, mind a város szempontjából nagyon fontos, hogy milyen kép alakul ki rólunk, magyarokról Európában, vagy Európán kívül, és az ideérkező hallgatók, az a több ezer hallgató, aki az elmúlt 91 évben ideérkezett, az mind-mind kapott ízelítőt a magyar nyelvből, azokból a sajátosságokból, amiről most az előbb szó volt, illetve a magyar kultúrából is. Azon keresztül kialakult egy kép rólunk magyarokról, kialakult egy kép Debrecenről, és ezt a képet elvitte. És azt gondolom, hogy annál fontosabb, mint hogy magunkról egy nagyon szép és nagyon kedvező, de igaz képet alakítsunk ki, ennél fontosabb misszió nem is lehet. Annak ellenére, hogy a bölcsészettudományok finanszírozása ugye nem szokott rendkívül erős oldal lenni az egyetemeknek, a mi egyetemünk abban a kedvező helyzetben van, hogy a bölcsészettudományi kar szimbiózisban a nyári egyetemmel meg tudott alapítani egy ösztöndíjat, ami azt a célt szolgálja, hogy egy külföldi oktató, kutató, tanár egy kurzus erejéig ingyen vehessen részt a nyári egyetem rendezvényén. Az idei nyertes az Törökországból fog érkezni hozzánk, egy PhD hallgató, aki a magyar nyelvvel és kultúrával fog itt ismerkedni a nyári egyetem második ciklusában. Annyit szeretnék hozzáfűzni még ehhez az ösztöndíjhoz, hogy látható, hogy a nyári egyetem élen jár abban, hogy ösztöndíjakkal is segítse a magyar nyelv és kultúra terjesztését a világban, és örülünk neki, hogy a bölcsészettudományi kar is csatlakozhat az ösztöndíjadók sorába ezzel az ösztöndíjjal, aminek a neve az, hogy a bölcsészettudományi kar dékáni ösztöndíja. Még mindig vannak olyan elképzeléseink, hogy a magyar az kis nyelv, azt senki sem tanulja. Hát nincs olyan túl messze ide Kárpátalja, ahol több mint 10 000 felnőtt tanulja a magyart idegen nyelvként, ukrán anyanyelvűek, és több mint 2 000 gyerek tanulja választható második nyelvként az iskolában. Tehát ezzel a számmal bármilyen furcsa, addig olyan 3500-4 000 diákkal számoltunk világszerte. Na most hirtelen a közepesen ismert és tanított nyelvek kategóriájába kerültünk ezzel a dologgal, hogy Ukrajnában beindult a magyar mint idegen nyelv tanítása. Tulajdonképpen az összes nyári egyetem, ami azóta létezik, több városban létezik nyári egyetem, mindegyik valahol a debreceni nyári egyetem köpönyegéből bújt ki. Mindenki oda teszi a maga specialitását, de az, amit Hank és Jánosék itt kitaláltak, hogy legyen nyelvoktatás, legyen magyar, mint idegen nyelv tanítás, tanítsuk meg a diákoknak, akkor még csak 2 hétig tartott a nyári egyetem, 10 órájuk volt a diákoknak magyar, mint idegen nyelvből, tehát igazából csak egy nyelvi fürdő volt, de van, aki rendesen megfertőződött a magyar nyelvvel, és éveken keresztül jártak vissza ide. Tehát a nyelvtanítás az egyik láb, a másik a kultúra, a harmadik pedig a lokális jelleg, amit Debrecen nagyon-nagyon jól kitalált,
És tulajdonképpen most bármelyiket nézzük, akár a Pécsit, akár a Budapestit, vagy bármelyik, vagy a Szegedi Nyári Egyetemet, mindenki kitalálta ugyanezt a struktúrát, természetesen a saját régiójának megfelelően. Ebben az évben a kínai hallgatók száma a legmagasabb, 20 kínai diákunk van. Ez nem teljesen véletlen. A Debreceni Egyetemmel karöltve az elmúlt 2 évben azon dolgoztunk, hogy minél több kínai egyetemen, ahol magyar szakot indítottak, itt Debrecenben tanulhassanak 1 éven keresztül részképzés formájában, és ez a folyamat beindult, és már akik majd jönnének ide jövőre vagy azután, néhányan a nyári egyetemre is jelentkeztek, hogy lássák, hogy melyik az a egyetem, melyik az a város, ahol majd ők 1 éven keresztül tanulni fognak. Ennek az a különlegessége, hogy a pekingi idegen nyelvi egyetem tulajdonképpen középiskolásokkal kezdi ezt a magyar tanítást. Most ment el egy évfolyam, az első évfolyam tőlünk ugye júniusban, és jön a következő szeptemberben, és a harmadik, akik most kezdtek tanulni, most végezték az első évet, ők közülük eljöttek 5-en a szülőkkel együtt. De ami emellett nagyon érdekes, a Kelet-Európából érkező résztvevők száma 50 fölött van. Ez egy olyan érdekesség, ami ugye elmúlt mondjuk 10 évben nem igazán volt jellemző. Lengyelországból 19-en érkeznek, de Szlovéniából is 11, illetve Szlovákiából 10 résztvevőnk van. Különleges országok szerepelnek abban a 37 országban, ahonnan ide érkeztek a hallgatók. Ilyen például Angola, ahonnan nem gyakran jönnek magyar tanulni, vagy éppen Peru, amely szintén egy egészen másfajta dolog, de Szaúd-Arábia sem tartozik azok közé, az országok közé, ahonnan gyakran jönnek magyar tanulni. Úgyhogy mindenképpen nagyon jónak tartjuk azt, hogy szinte minden évben vannak olyan országok, amelyek úgy felfelbukkannak időnként, és akkor onnan érkeznek hallgatók, mert ők biztos, hogy tovább viszik a szót, hogy érdemes ide eljönni, és nagyon érdekes dolgokat tanulhatnak a magyar kultúráról.